Robert Capa. Ha jól tudom, a nagypapája ismerte őt. Igen, a nagypapám barátja volt. Robert Capa 10 évvel volt fiatalabb, mint az én nagyapám. Én sajnos nem ismertem se Robert Capát, se a nagyapámat, de nagyon megértem a hosszú idő alatt, amióta foglalkozom Robert Capával, hogy miért is voltak ők barátok. Hát ez 2007-ben kezdődött ez a projekt, ami egy film készítése. Én talán 99-ben találkoztam Robert Capával először egy magyarországi kiállításon, és körülbelül annyit tudtam róla, mint egy átlagos múzeumlátogató. Mély benyomást tettek a képei, még mélyebb benyomást tett az ő arcképe. Emlékszem, hogy hosszú ideig álltam az ő fotója előtt, és egyszerűen lenyűgözött, amit láttam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennyi volt az első benyomás róla. Később, 2007-ben találtam meg a pincénkben egy könyvet. Mi ez a könyv? Mutassuk, megnézzük. Ez az a könyv. Ez Robert Capa Slightly Out of Focus című könyve, ami magyarul is megjelent kissé elmosódva, 1947-es eredeti kiadás. Kötelező olvasmányokat kerestem a fiamnak a nagyapám hagyatéka közötti dobozokban a pincében, és ott találtam rá erre a könyvre, borzasztóan megörültem neki, és még jobban, amikor megtaláltam ezt a feliratot, ezt a dedikálást benne. Ez gyönyörű, és ez illette önt arra, hogy akkor most azonnal össze kell hozni egy filmet? Nem. Ez arra illetett, hogy átmentem az édesanyámhoz, és azonnal megkérdeztem, hogy ő mit tud erről. Hiszen Heves Lajos az édesanyám édesapja volt, és megkérdeztem anyukámat, hogy hát én erről mit sem tudok. Ők tényleg barátok voltak, és akkor ő elkezdett nekem erről mesélni. Nagyon megérintett a történet, és azt gondoltam, hogy elkezdek utána járni a nagyapámnak és Robert Capának, és akkor kiderült a hosszú-hosszú kutatások kapcsán és az emberekkel való beszélgetések kapcsán, hogy még sokkal, de sokkal közelebb van hozzám Capa, mint ahogy én gondoltam. Az ő mondatai a mai napig, a mondataival azonosulok mind a mai napig. Például az egyik ilyen mondata, amikor kérdezték tőle, hogy hát mi a titka a te fotóidnak, és annyit mondott, hogy hát, szeresd az embereket, és ezt éreztesd is velük. Én ezzel a mondattal nagyon tudok azonosulni, bár sajnos ez kevés ahhoz, hogy fotózni is tudjak, úgyhogy ehhez ő is kellett. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultam tőle, még így halála után is, mert én is azt gondolom, hogy amíg emlékezünk, és amíg emlékeink vannak, addig tart az élet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Capa örök életű lesz, mert Capára mindig mindenki emlékezni fog, aki egy fotóját is látja. Az ő zsenialitása az szerintem utánozhatatlan. Mondták neki fotós tanítványok, hogy hát nem is olyan, technikailag nem is olyan jók a képeid. Hát ezt lehetett volna más beállításban, más világításban megcsinálni, és akkor azt mondta a Capa, hogy én nem szép fényképeket akarok, hanem én történeteket akarok elmesélni. És véleményem szerint ő egy fotóval is tudott történetet elmesélni, és ebben van az ő zsenialitása, ezt nem nagyon kevesen tudják. Nagy meglepetés, hogy amit most azért most elárulok, hogy nem akkora meglepetés lesz már, hogy Suzy Márki, aki Capának az egyetlen élő rokona, eljön Franciaországból, itt lesz, 60 év után ellátogat Budapestre, és megtisztel minket azzal, hogy a fesztivál díszvendégeként eljön a vetítésre. Ő közel 90 éves, tehát nem egy kis mutatvány ez tőle.
Úgyhogy még az az érdekesség, hogy mikor utoljára járt itt Budapesten, pont 60 éve a Gellért Hotelben lakott, 1954-ben, és a Gellért Hotelben jött a távirat, hogy Kápa meghalt. Tehát itt tudta ő meg, hogy mi történt az ő rokonával, és most 60 év után újra itt van, újra a Gellért Hotelben fog lakni, és remélem, hogy a sors felülírja azt a fájdalmat egy kicsit, amit ő akkor megélt.